all walk with an outer glow, living on our insides, casting shadows. The world's spinning around again. We all know, but we all pretend. Hétvégén eljöttem Egerbe, nem ide az Egri várba, ezt csak a klisé miatt veszem fel itt, hanem egy jótékonysági bárban voltam előadást tartani, és gondoltam, ha már úgyis el kell jönnöm ide a városba, akkor megnézek valamit, amire ezer éve kíváncsi voltam, hogy mennyit jelent a kocsi fogyasztásában az, hogy milyen sebességgel megyek az autópályán. És akkor most nézzük az elméletet. Én általában próbálok törekedni arra, hogy minél takarékosabban vezessek, ami többnyire abban merül ki, hogy minél magasabb sebességfokozatban, minél alacsonyabb sebességgel próbáljak haladni. Ráadásul a sebességemet igyekszem mindig egyenletesen állandóan tartani, amennyire ezt a forgalmi helyzet megengedi. És itt egy kis kitérő. Nem szoktam arra figyelni, hogy minden egyes benzincseppet minél takarékosabban használjak fel, mert hogy azért figyelek a környezetemre, próbálom felvenni a forgalomnak a ritmusát, nem tartom fel magam mögött a kocsisort csak azért, mert tudom, hogy jobb lenne kigurulni egy piros lámpáig vagy egy kereszteződésig jó hosszan. Arra sem nagyon szoktam odafigyelni, vagy legalábbis tudatosan nem figyelek arra, hogy a lejtőnek, illetve az emelkedőnek még szakaszán gyorsítsak, még szakaszán lassítsak. Nem szoktam azt sem számolgatni, hogy mikor éri meg jobban mondjuk üresben gurulni, vagy pedig motorféket használni, de próbálok előrelátóan vezetni, és mint ahogy mondtam, egyenletesen tartani a sebességemet. És hogy ez az állandó sebesség miért fontos, azt mindjárt elmondom, de előtte segítsetek megzavarni a YouTube algoritmust azzal, hogy megnyomjátok a like gombot. Ez az egész benzinfogyasztásos dilemma, ha jól emlékszem, vagy tavaly előtt nyáron vetődött fel valamelyik energiakövet képzésen, csak ott annyira nem volt ennek terem, mert hogy az energiakövetek általános vagy középiskolákban mennek órákat tartani, és a középiskolásoknak, vagy pláne az általános iskolásoknak viszonylag kevés ráhatása van arra, hogy mondjuk a szüleik milyen vezetési stratégiát alkalmaznak, hogy lejjebb vigyék a fogyasztást. Úgyhogy az energiakövet programban sokkal inkább arra fektetjük a hangsúlyt, hogy a diákok a saját életükben mit tehetnek azért, hogy az energiafogyasztást minimalizálják, vagy legalábbis racionálisabban használják fel az erőforrásokat. Ja, egyébként én 4 éve dolgozom ebben a programban, hogyha olyan egyetemista vagy, aki úgy érzed, hogy a saját példádon keresztül tudnád motiválni a fiatalokat arra, hogy ők is próbáljanak meg odafigyelni arra, hogy hogyan használják az energiát, akkor jelentkezz a csapatba és dolgozz velünk. Ráadásul a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 400 000 forintos ösztöndíjat is ad az energiaköveteknek, úgyhogy ha más nem, már ezért is megéri. Egyébként pedig egy tök jó csapatban lehetsz, kapsz mindenféle képzéseket, és egy nagyon-nagyon jó tapasztalat, legalábbis az eddigi energiakövetek mindezt mondták. Egyébként ennek az üzenetnek a közzétételével a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal bízott meg, de ha nem bíztak volna meg, akkor is ezt tudtam volna elmondani, mert hogy 4 éve dolgozom a programban, úgyhogy elég autentikusan látom, hogy ez egy tök jó kezdeményezés. Na de visszatérve a benzinfogyasztásra, tételezzük fel, hogy van egy nagyon könnyű, 1 tonnás kocsid. Az én Fusionom több mint 1 tonna, különösen, hogyha én is, meg Kumisz is benne ülünk. Hát igen, a kutya most egy kicsit meg van haribósodva, elengedte magát, úgyhogy ez jelentősen dob a fogyasztáson, de az egyszerűség kedvéért most 1 tonnával fogunk számolni. Tételezzük fel, hogy ezt a kocsit, milyen szép illusztrációt készítettem nektek. Tehát tételezzük fel, hogy ezt a kocsit 50 km/h-ról 60 km/h-ra kell gyorsítani. A sebességkülönbség ebben az esetben 10 km/h. A második esetben viszont 120 km/h-ról 130 km/h-ra gyorsítunk. A sebességkülönbség itt is 10 km/h. Igen, ám csak hogyha energia oldalról közelítjük meg az egészet, akkor célszerű nem a sebességből, hanem a mozgási energiából kiindulni. Végső soron az a benzin, amit beletankolunk a kocsiba, az valahol mégiscsak mozgássá fog alakulni, mozgási energiává, ráadásul elég rossz hatásfokkal. Nagyjából az elégetett benzin energiájának mindössze 1/5 alakul át ténylegesen mozgássá, a többi pedig mindenféle veszteségekben elenyészik. A
mozgási energia pedig meglehetősen alattomos. Ígérem, ez az egyetlen képlet, amit most mutatni fogok. A mozgási energiát úgy számoljuk ki, hogy 1/2 tömeg szer sebesség négyzet, és itt ez a négyzetszám az, ami különösen bonyolítja a helyzetünket. Ez ugyanis azt fogja jelenteni, hogy az első esetben az 50 km per órának 1250 tonna kilométer négyzet per óra négyzet, a 60 km per órának 1800 tonna kilométer négyzet per óra négyzet mozgási energia fog megfelelni. Tudom, az energiának nem ez a hivatalos mértékegysége, viszont így legalább nem futok bele abba, hogy vajon joule-nak vagy joule-nak kell ejteni. Instagramon ezt megkérdeztem tőletek, és nagyon úgy látom, hogy 78% szerint joule a helyes kiejtés, és mindössze 22% mondja azt, hogy joule. Ez itt a képen egyébként James Joule, aki egy angol fizikus volt, és állítólag annyira megszállott, hogy még a NASA éjszakáján is inkább kísérletezett. A valóság sokkal inkább az, hogy a NASA éjszakáján diszkréten nem tudjuk, hogy mi történt, de a NASA útjukon valóban kísérleteket végzett, egy vízeséssel megmérte a vízhőmérsékletét odafent, meg odalent, arra volt kíváncsi, hogy vajon a becsapódáskor emelkedik-e a víznek a hőmérséklete. Ha elvégezzük a számítást a második esetre is, akkor látjuk, hogy itt a különbség 1250 tonna kilométer négyzet per óra négyzet, míg az első esetben csak 550, ugyanez a mértékegység volt egyébként. Ha nagyon szeretnétek házi feladat, átválthatjátok az egészet joule-ba, meg a joule-ba, joule-ba, meg a joule-ba, vagy akár latszor röf négyzet per fertile óra négyzetbe is. Tehát minél nagyobb a kezdeti sebességünk, annál több energiára van szükségünk ahhoz, hogy egy egységnyi sebesség növekedést érjünk el. És persze most mondhatjátok, hogy az Otto motornak a hatásfoka az csapnivaló, a dízelmotoré valamivel jobb, és hát ugye a villanyautóké a jövő, csak az a helyzet, hogy ez a villanyautók fogyasztására ugyanúgy igaz, sőt, akár rollerre vagy biciklire is lehet vonatkoztatni. Próbáljátok ki, menjetek 5 km per órával biciklivel, növeljétek meg a sebességeteket 10 km per órára, majd 15 km per órára, majd 20 km per órára, stb. És nézzétek meg, hogy egyre nehezebb lesz a dolog. Végül 70-75 km per óránál megállhattok nyugodtan. Az átgondolatlan lassulások és az állandó gyorsítgatások tehát rengeteg energiát felemésztenek, arról nem is beszélve, hogy elég jelentős a veszteségeknek a leküzdése is, minél magasabb sebességgel haladtok. liter benzint tankoltam, 151,2 km volt, az azt jelenti, hogy 7,32 liter volt a fogyasztás idefelé. Toltam neki rendesen, 130-al mentem az autópályán, nyilván ahol nem volt 120-as sebességkorlátozás. A külső sávban mentem, viszont ha volt előttem valaki, aki csak mondjuk 110-zel ment, akkor megelőztem őket. Szóval elég sok volt benne a gyorsítás, lassítás, forgalmi helyzettől függően. A kísérleti módszertan az volt, hogy teletankoltam a kocsit itthon, elmentem Egerbe, teletankoltam ott is, megnéztem a fogyasztást, és ugyanezt megismételtem a visszaúton is. Tudom, hogy nem ez a legprecízebb, de szerintem elég számottevő volt a különbség. Visszafelé a vezetési stratégiám sokkal közelebb állt a normál vezetési stílusomhoz. Ott a benzinkúton már elég fáradt voltam, úgyhogy nem ott vettem fel a végső számítást, de ha semmi más nem néztek, csak a számlák végösszegét, ebből is lehet látni, hogy azért elég jelentős volt a különbség. Odaúton 11 liter, valamivel több mint 11 liter fogyott, a visszaúton pedig 7,76 liter. Valamivel rövidebb volt a visszaút, mert egy másik útvonalon hozott a GPS plusz, odafelé egy picit el is tévedtem. Összegezve viszont odafelé 7,33 liter, visszafelé pedig 5,59 liter volt a fogyasztás 100 km-re vetítve. A különbség az 1,74 liter 100 km-enként, ami azért anyagilag sem mindegy, ráadásul így legalább tudjuk, hogy a dinoszauruszok sem haltak meg hiába. Jó, tudom, nem a dinoszauruszokból jött létre a kőolaj elsődlegesen, de ez egy elég gyakori elképzelés, úgyhogy erre építettem most.
Természetesen itt azért más tényezők is szerepet játszottak, például az, hogy odafelé menet átlagosan egy emelkedőn mentem, visszafelé pedig egy lejtőn gurultam lefelé. 101 néhány méter volt a szintkülönbség a célállomás, illetve az otthonom között, ami, hogyha tényleg arra megyünk rá, hogy hogyan lehet filléreket spórolni, akkor akár még jelentős is lehet. És tudom, hogy ezen kívül más módszerekkel is lehet spórolni a fogyasztáson, inkább arra voltam kíváncsi, hogy egy-két apró változtatás a vezetési stílusban mennyit számít literre lebontva, és az eredmény azért elég meggyőző volt. Vezessetek takarékosan, de még inkább vezessetek óvatosan és biztonságosan, ez talán még ennél is fontosabb, mint ahogy az is, hogyha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!